több tízezer kilogramm veszélyes hulladék gyűlt össze. Nemzetközi tékvandó versenynek adott otthont 60. Újra felcsendültek a nóták a Daliban. Köszöntöm a 60-i televízió nézőit, önök a híradót látják. Veszélyes hulladékgyűjtést tartottak a Népkertben a hétvégén. A 60-iak leadhatták a gumiabroncsokat és a lejárt gyógyszereket is. Mintegy 41 000 kilogramm gyűlt össze. Nagy volt a forgalom szombaton a Népkertben, hosszú sorban álltak az autósok, régi rádiókat, erősítőket, televíziókat, valamint gumiabroncsokat és használt étolajat is le lehetett adni a veszélyes hulladékgyűjtésen. Kondek Zsolt környezetvédelmi tanácsnok elmondta, a 60-iak egyre jobban ügyelnek a környezetükre, hiszen idén is sokan hozták és adták le a veszélyes hulladékukat. Azzal a célra, hogy ne határból kelljen összeszedni ezeket az alkatrészeket, mert nagyon sokan szétbontják a hasznosítható anyagokat, leadják a mélybe, és így a többi, ami nem hasznosítható, azok megáll a határba. Ezért inkább ide hozzák ki a lakosok. Kérem, hogy ne adják oda senkinek, bontási célra különösen nem. A most összegyűjtött veszélyes hulladéknak majdnem a felét az elektronikai hulladékok tették ki. Gumiabroncsból pedig csak nem 5000 kilogrammot adtak le a 60-iak. A következő veszélyes hulladék gyűjtést ősszel rendezik meg. A második helyen végzett a 60-i tékvandó klubba 14. Nemzetek kupáján 60-ban. A megmérettetésen 5 ország 200 versenyzője képviselte magát. Varjú Károlynak 4 desz feltörése nem jelentett gondot a 14. Nemzetek kupáján 60-ban. A 60-i tékvandó klub versenyzői azonban már 5 deszkával nem tudott megbirkózni. Az eredménye így is nagyon jó, felállhatott a dobogóra. Hozzá hasonlóan több 60-i fiatal is remekül szerepelt a kupán. Például Demeter Szatmári beállt a formagyakorlatban és küzdelemben. Ennek ellenére nem volt maximálisan elégedett a teljesítményével. Lehetett volna jobb is szerintem. Küzdelemben ugye második lettem, de szerintem lehetett volna ez jobb is. És hol lehetett volna, hol érezted, hogy egy kicsit talán elcsúszott? Hát a küzdelemben ugye nem úgy kezdtem, ahogy kellett volna az elején, hogy nem erősebben, és akkor el is buktam az egészet. A viadalt Horváth Richárd 60 polgármestere nyitotta meg, aki kiemelte, hogy a küzdelem nem csak a sportot, hanem a mindennapokat is átöleli. Ezek közül a küzdelmek közül melyik zajlik rendezett körülmények között? Én nem sokat tudok mondani. Itt viszont a mai napon van egy pást, vannak szabályok és vannak bírók. A jobb győz. Csak is a jobb győz. És az a rengeteg munka, amit ebbe befektettek a versenyzők, az valahol megtérül. Dudás Attila főszervező azt mondja, elégedett volt a versennyel. A 60-i tékvandó klub összességében a második helyet szerezte meg. Azonban azt mondja, a formagyakorlat kategóriában még erősíteniük kell a versenyzőknek. Magas színvonalú a versenyzőknek a tudása, ezt megállapíthatom. Hát többen mondhatom, hogy Európa klasszisok is itt az ifjúságiak közül főleg, tehát ugye Európa bajnokság, világbajnokság ifjúsági kategóriában van. Itt többen vannak abból a magyar válogatottból, akik odakint már ilyen rangos nemzetközi versenyeken díjat szereztek ebben a kategóriában, nem a formagyakorlat kategóriában. Tehát a színvonal úgy gondolom, hogy magas. A kupán jelen volt Harmat László, az ITF tékvandó hazai alapítója is. A nagymester szerint élvezetes volt a viadal, azonban egyes esetekben nagy volt a különbség a versenyzők tudása között. Hangsúlyozta, hogy a hazai tékvandó sportot a világon a legjobb 8 között tartják számon. Most viszont nagyon jók a magyarok küzdelem, nagyon jó a csapatszellem, nagyon jó a válogatott keretünk, jól működik, jó a válogatott keret meg szervezése, vezetése. Jók a technikai felületek, tehát felnőtt egy nagyon tehetséges fiatal generáció, akik azt mondom, hogy hát körülbelül lehet mondani a 17-18 éves korosztálytól a 28-30-ig, ez a fiatal felnőtt, ők nagyon jók, nagyon. A 14. Nemzetek kupáján 60-ban 5 ország 200 versenyzője képviseltette magát. A kupát a Monori csapat nyerte, a második a 60-i tékvandó klub lett, a harmadik pedig a budapesti Sasok. A Csendül a Nóta Fesztivál már hetedjére hozta össze a nóta szerelmeseit 60-ban. Az ország különböző helyeiről érkező fellépők együtt ködösen ápolják a hagyományokat. Az évek alatt hagyománnyá vált, hogy tavasszal a Daliban gyűlnek össze a régi dalok és a magyar nóták rajongói. Így a Csendül a Nóta Fesztivál országosan népszerű, sokan utaznak a városba a fellépések miatt.
A rendezvény megnyitóján Horváth Riad polgármester kiemelte, a nótákkal mindenkinek vannak élményei, emlékei, amiket ilyen alkalmakkor nagyon jó érzés felidézni. Én nagyon örülök annak, hogy ilyen rendezvények évről évre, ez rendezvény is évről évre megtartásra kerül, hiszen ezzel emlékezünk és tisztelünk a munkunk előtt, egy kicsit az múlt összefog minket, és egy kicsit az múlt mutatja mindannyiunknak, talán a jövőt is. Hiszen mindegyünk módjára mindannyiunk büszkék lehetünk, mindannyian keményen dolgoztunk, önök harcoltak annak idején, hogy kenyér legyen az asztalon, és hogy forduljon a család, az ország. Tompazi Mihály, a rendezvénynek helytadó intézmény igazgatója hangsúlyozta, az épület az elmúlt egy évben teljesen megújult kívülről, így most új külsővel várta a fesztiválra érkezőket. Kitért rá, hogy ez egy olyan rendezvény, ahol mindenki jól érezheti magát. Ez a rendezvény mit a jókkel jellemzi. És örülök, aki ezen részt vesz, ez a Csengkalapokra fesztiválon, feltöltődve megy haza, és minden bizonyal, a résztvevők magyar nótákat, operetteket énekeltek, verseket szavaltak és sokan táncoltak is. A programon több korosztály képviseltette magát, mindenki más-más műfajban mutatta meg a tehetségét. Lestján Balázs gyógyszerész, 60 alpolgármestere lesz a 60-i portrék vendége szerdán 18 órától a 60-i galériában. A Bajnokok Ligája döntőjét kísérhetik figyelemmel a foci drukkerek szombaton este 8 órától a Kossuth téren. Holnap több órás napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés valószínű, elszórtan alakul ki zápor, néhol zivatar. Az északnyugati északi szél több felé megerősödik, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 15 fok között várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 22 és 26 fok között alakul. Kedves nézőink, Önök a 60 TV híradóját látták, most a Rendelő című egészségügyi magazinunk következik, melyet a Kilátó című megyei kulturális magazin műsorunk követ. Ha tehetik, maradjanak velünk, viszontlátásra!